A találkozó első érdemleges akcióját a zöld mezben játszó Ferencváros vezeti. Gera teszi középre a labdát, Tóth Mihály kerül helyzetbe, a lövése azonban könnyű zsákmány Motának. Mindez a 7. percben történt. 6 perccel később ezúttal a jobb oldalon támadna a Ferencváros, Pinte kerül a földre, jól alkalmazza az előnyszabályt Juhos. Gera ezúttal is Tóth Mihályt hozza helyzetbe, és megint Mota a végállomás. Az első negyed órában tehát elsősorban a kispesti kapusnak van dolga. 20. perc, Lipcsei kerül helyzetbe, Lipcsei és Füzi Krisztián szépen lép közbe. Támadgat tehát a Ferencváros, hárítja a próbálkozásokat a kispest honvéd. Vendégszabadrúgás, a vége egy Tóth Mihály fejes. A volt kispesti játékos megpróbál bizonyítani volt csapata pályáján. Nota kirúgása a 35. percben. Tíger kíséri hazafelé a labdát, röviden szabadult fel, Pinte óriási helyzetben. Pinte! Azt hiszem, ő maga adja meg a kritikát azzal, hogy fogja a fejét. Tulajdonképpen itt már a kapuba lőhetni, ő azonban visszaveszi, megvárja, míg Tíger odaér, és csúnyán mellé lövi, valamint fölé. A lényeg, hogy kihagyja a helyzetet. Óriási gólszerzési lehetőség, de marad a 0-0. 46. perc, de még az első fél idő. Gyepes. Tóth Mihály, szintén óriási lehetőség, ezúttal Nota vér. Sorra hagyják ki az ittszereket a ferencvárosiak. Szerencséje van Tótnak, ahogy oda kerül elé. Nota jól vér. Második félidő, 6. perc. Rutka szabadrúgása. Ismét a kispesti kapust lehet dicsérni. 11. perc. Továbbra is csak zöld-fehér helyzet. Kriston és Nota. Ez már egy kicsit a közönségnek is szól. Az 59. percben jegyezhetjük fel az első kispesti próbálkozást Szaszulőt fölé. 5 perccel később Szaszu, Faragó egyedül középen, ő is elpepecselte. Mintha versenyt rendeznének a játékosok egymás között, hogy kihagyja ki a nagyobb helyzetet, Faragó 11-est reklamál, Szűcs azonban, mint láthatjuk, a labdát rúgta el. Aztán megint a vendégeken a sor. Kriston, szép notavédés. Második félidő, 27. perc. A csereként beállt Fülöp kap jó labdát. Felgyorsít, és a csele is jó. Fülöp, Nota jön ki, Tóth Mihály, Müller. Müller Krisztián szépen ért oda. Németh Norbert lő, és ezúttal Szűcsnek van dolga. Végül az utolsó perc, Rutka kapufájánál, a kispest honvédnak bizony szerencséje van. Mindez nem változtat a tényen, gól nélküli mérkőzésen 0-0 a kispest honvéd Ferencváros találkozó végeredménye.